Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, nagy visszatérőnk van, hiszen László Csaba van itt velünk a stúdióban, a Skót Dundee United vezetőedzője, akinek köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Egy kicsit számolj be az elmúlt egy évedről, jó? Mert azt hiszem, hogy egy kicsit másképp hangzik, mint hogyha Magyarországon lettél volna vezetőedző az elmúlt egy évben, legalábbis a végeredmény mindenképpen. Igen, én is köszöntöm a nézőket. Hát sok igazság van benne, és nagyon helyesen fogalmaztál Dundee United, mert én amikor a Dundee Unitedhez kerültem, akkor mondtam, hogy jól érzem itt magam Dundee-ba, és aztán gyorsan jött a reakció, hogy nem, ez mindig Dundee United, mert van a Dundee FC, aki ugye a legnagyobb rivális, és mindig kijavítanak, nem, Dundee United, ez nagyon fontos számukra. És hát igen, sok minden történt az utóbbi fél évben. Ugye, amire én utalok, az az, hogy nem sikerült feljutni az első osztályba, és nem az történt, hogy elküldték a vezetőedzőt, hanem az történt, hogy a vezetőedző beígérte, hogy ha nem lesz eredmény, akkor elküldi a játékosokat, és végül is így is alakult. Így van, pont ezt szerettem volna mondani, hogy azért legyünk őszinték, mindenkinek van egy bizonyos szerepe abban, hogy mennyire eredményes a csapat, persze az edzőnek a egyik legfontosabb szerepe van, és hát mielőtt oda kerültem, sajnos nem szerepeltek annyira jól, mint ahogy kellett volna, ahogy számították, és mindenféleképp szeretett volna a Dundee United visszakerülni a skót első osztályba, ahol szerintem ott is a helye. Hát azért legyünk őszinték, azért mondjuk az 5.-6. legnagyobb klub Skóciában. És hát ez a fél év, ami mögöttem van, voltak jó mérkőzések, voltak hullámvölgyek, és végül is úgy döntöttünk, és úgy döntött a vezetőség, hogy nem az edzőt küldi el, hanem teljesen megpróbálunk egy új struktúrát fölépíteni, és megpróbálunk egy olyan csapatot összerakni, ami tényleg ki tudja harcolni azt, hogy jövőre fölkerüljön, és ezt az egészet még egyszer megerősítették, hogy hát nem az edzőt, nem egy új edzőt keresünk, hanem megpróbáljunk strukturálisan az egészet úgy fölépíteni, hogy elküldjük. Hát nem csak a játékosok mentek, szám szerint 14 játékostól váltunk meg, hanem volt a kapusedző, a teljes orvosi stáb, a második csapatnál is voltak változások. De Csaba, és kinek van a legtöbb munkája abban, hogy a vadonatúj csapat fölálljon? Tehát te vagy az, aki megnézed, eldöntöd, végig gondolod, hogy kik azok a játékosok, akikkel nem akarod folytatni, és kik azok, akikkel majd szeretnéd folytatni. Szóval ott hogy működik ez a rendszer? Hogyha röviden válaszolok, igen, hogyha összetettebb ez a dolog, mert lényegében nekem van a kezemben a büdzsé, persze azért kontrollálva ez különböző emberektől, nem úgy van, hogy én most kiszórom a pénzt, és adnak egy bizonyos összeget, és ezt el kell költeni. Azon kívül Angliában, vagyis a szigeten, ugye ez a menedzser, nem edző, menedzser, minden hozzád tartozik abból a sportszakmai szempontból, és neked kell kiválasztani az embereket, akiket végül is az ő jó ráhagyásukkal megpróbálunk a klubhoz csábítani. Ez lehet játékos, ez lehet edző, ez lehet orvos, ez lehet bármilyen stábtag. De ez azt jelenti, hogy akkor a következő szezonban jóval nagyobb lesz a felelősséged, mint most volt, mert most ugye abból főztél, amit volt, a következő szezonban viszont te fogod az alapanyagokat is összeszedni. Így van, ez helyes. Ilyenkor mindig egy menedzsernek sokkal nagyobb a nyomás, menedzseren nagyon sokkal nagyobb a nyomás, pláne az, hogyha elvárások vannak. Azért itt arról beszélünk, hogy vissza kell kerülni az első osztályba, és nem szeretnénk osztályozón keresztül visszakerülni, hanem direkt visszakerülni. De ez kell egy bizonyos anyagi háttér és egy bizonyos feltétel, ami ugye megadja neked azt a lehetőséget, hogy tudjál olyan játékosokat hozni, mert azért játékosok nélkül nem lehet csak úgy építkezni, és azért vannak feltételek, kitételek, nagyon sokat kell azon gondolkodni, hogy kihez fogsz hozzányúlni. A klubon belül is vannak azért olyan, hogy is mondjam ezt nektek, olyan dolgok, ami mellett nem tudok elmenni. Most nem úgy van, hogy most például hozok 5 külföldit, mert azért ismerem az európai futballt is, hanem mi letettünk egy olyan, legalábbis csapaton belül egy olyan szabályt, hogy 3-nál több külföldi, de maximum 4, és ezek minimum 2 klasszissal jobbak kell legyenek, mint a hazai játékos. És hány játékos maradt, hogyha 14-et elküldtél? Összesen 5 játékosunk maradt, akiknek vég volt élő szerződésünk, és volt egy, akinek új szerződést ajánlottunk, a többi mindenki elmegy. És csak azt akartam az előbb mondani ezzel, hogyha te
próbálsz egy csapatot építeni, akkor ugye Európán belül azért gyorsabban össze tudsz szedni olyan játékosokat, akikről meg vagy győződve, hogy ezek a játékosok hozzásegítik a klubot, de nem a klubnak van a saját filozófiája, ami mellett nem lehet elmenni, én se tudok elmenni. Vannak belső szabályok, amiket nap mint nap igenis tudomásul kell venni, de a másik oldalon persze van az a bizonyos nyomás, amiről beszéltél, olyan csapatot összerakni, ahol a közönség is úgy érzi, hogy igen, ez a csapat tényleg képes lesz, és ez nagyon fontos, hogy a közönség is úgy érzi, mert sokat számít az, ahogy jönnek az igazolások, mennyi béletesünk lesz. Nagyon érdekes, hogy a tavaly volt 1500 béletes, ami minden idők legkevesebb béletese volt a Dundee Unitednél, úgy általában az első osztályban a 8000 körüli béletesek száma. És az első eredménytelenség, vagy pedig a játékosoknak? Hát igen, ez mind a kettőtől függ, és ez mindig úgy általában a menedzsernek a munkájától is függ. Jó, de akkor most mondd el, hogy mik az alapvető szempontok. Tehát ha most igazolni fogsz, akkor hol fogsz játékost keresni, honnan hozol, hogy ezek a dolgok működjenek? Amit hozzá kell fűzzek, hogy teljesen megváltoztattam a klubnak a scouting rendszerét. Mondhatjuk azt, hogy egy elavult régi scouting rendszer volt, ahol azok az emberek, akik dolgoztak most már több mint legyen 10 éve, nem tudták azt a minőséget hozni, ami a Dundee Unitednak kellett volna, hogy minőséget jelentsen. És így szabad kezet kaptunk, és kaptam, hogy ezt az egészet fölépítsem. Visszahoztam 4 olyan embert, akik a Dundee Unitedba futballoztak, régen futballoztak, közönségkedvencek voltak, szakmába elismert emberek, habár legtöbben Angliába dolgoztak. Ezek most mind visszajöttek a klubhoz, ezeknek az embereknek a segítségével gyorsan föltérképeztük azt, hogy milyen lehetőségeink vannak, az anyagi meg volt akadva, és kik azok az emberek, akik fogják segíteni a Dundee Unitedet sportszakmailag. Utána elkezdtünk azon dolgozni, hogy kik azok a játékosok, akik megmozdíthatók, mozgathatóak, és ezek az emberek minden nap velem kapcsolatban léve hozzák a neveket, analizáljuk, összerakjuk, fölhívjuk, meghívjuk, bemutatjuk az új projektet azoknak az embereknek, akik tényleg számításba jöhetnek, és így lassan-lassan építkezve június 18-ára kell legyen legalább 20 olyan játékos, akivel el tudjuk kezdeni a felkészülést. Ennek van egy másik stratégiája, hogy mindig két, mert úgy számolunk, hogy 22 játékos plusz a 3 kapus, plusz azok a játékosok, akik a második csapatba játszanak, onnan mindig 2-3 játékos megkapja a lehetőséget a fejlődést, hogy az első csapattal edzen, és mindig két helyet nyitva vagyunk, mert az átigazolási időszak augusztus végéig, bármikor bárki beesett, úgyhogy még kell legyen félretéve pénz. Csak azt akartam mondani, hogy nekünk nagyon fontos az is, hogy hány béletesünk van, és általában úgy kezdtük el ezt az egészet, hogy azért jó nevű játékosokat próbáltunk igazolni, és most már nézőcsalogató csapatépítés. Így van, ez mind át kell gondolni, és most ott tartunk, hogy a 3000 béletesünk van, és még van körülbelül, mondom azt, hogy 5 dobásunk, vagyis 5 olyan játékos szeretnénk igazolni, akik biztos vagyok benne, hogy a nevük miatt is, meg egyáltalán, hogyha a nézők és a szurkolók látják, hogy tényleg ezek azok a játékosok, akik fogják segíteni a csapatot, akkor szerintem még több életesünk lesz. Úgyhogy én számolok azzal, hogy egy olyan 5000-et el fogjuk érni augusztus végére, mire kezdődik a bajnokság, biztos vagyok benne. És ez már egy óriási eredmény lesz az elmúlt évhez képest. Az már szenzációs, mert az anyagi lehetőséget ez adja. Ez nem Csaba, úgy van. Csaba, annyit mondjál meg nekem, légy szíves, hogy ha nálad van a büdzsé, hogy nem kell összeget mondani, de nagyságrendileg ez az előttünk lévő szezon mennyivel fog többe kerülni, vagy mennyivel tudsz több pénzzel gazdálkodni, mint az előzőben? Mindezek alapján ugyanabból a pénzből fogsz gazdálkodni? Igen, sőt, mondjuk azt, hogy a tavalyi szezonhoz képest mínusz 10%. Ez azért van, mert teljesen átszerveztem a Dundee Unitednek a menedzseri oldalról a büdzsét. Az azt jelenti, hogy eddig mindig arról beszéltünk, hogy egy elég magas alapfizetést kaptak a játékosok, és nagyon kevés volt a prémium, vagyis ami arra készített, hogy te sikeresebb legyél. Most elmerem mondani azt, hogy lehet, hogy Skóciában, lehet, hogy a Celticen kívül, vagy a Rangersen kívül nálunk van a legmagasabb
prémium bónuszrendszer, ami arra készítette a játékosokat, hogyha lényegében sikeres vagy, akkor szinte egy hónap alatt mondjuk 4 nyert meccsel meg tudod keresni az alapfizetésedet. Az hatalmas összeg. És komoly motiváció. Nagyon-nagyon szívesen beszélgetnék, még nagyon sokáig, de letelt az időnk, úgyhogy remélem, hogy lesz majd alkalom arra, hogy visszagyere hozzánk. Én is sajnálom, de én szívesen vagyok itt, és hát örültem, hogy itt lettem veled. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a kedves szépen. Nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Viszontlátásra.